Több mint 300 újabb szeretetdobozzal érkezett kedden a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumba Hubay Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Az ajándékot Fodor Gusztáv lelkész, a Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai koordinációs irodájának vezetője vette át. Nagy tiszteletű úr, fogadjátok szeretettel a Jász-Nagykun Szolnok megye, és a polgárok, önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek felajánlásait nagy szeretettel küldjük, hogy mindenkinek áldott és békés és szeretettel teljes lehessen a karácsonya. Nagyon szépen köszönöm a Magyar Református Szeretetszolgálat nevében. El szeretném mondani azt, hogy eddig a nagykunsági egyházmegye volt az a megye, amelyik a legtöbb doboz gyűjtötte. Mint Fodor Gusztáv elmondta, a szeretetszolgálat 2006 óta van jelen a Kárpát-medencében a szeretetdoboz akcióval, amely régen Nyilasmisi pakkot kapott néven futott. A lelkész nagyon büszke a Jász-Nagykun Szolnok megyei gyűjtésre. A lelkész nagyon büszke az adomány. A Magyar Református Szeretetszolgálat 2006 nyara óta jelen van a Kárpát-medencében, és az első akcióink között volt az, amikor megalapítottuk a Szeretett Doboz nevű akciót. Volt olyan év, amikor Nyilasmisi pakkot kapott volt ennek az akciónak a neve. A Jász-Nagykun Szolnok megyei gyűjtésre a Magyar Református Szeretetszolgálat nagyon büszke. Azért vagyunk nagyon büszkék, mivel az országban egy megye sem gyűjtött annyi csomagot, mint itt korábban. A református egyházmegye volt az, aki élen járt, de most a Jász-Nagykun Szolnok megye gyakorlatilag több csomagot gyűjtött, mint a nagykunsági református egyházmegye. Így ez a kettő együtt el lehet mondani, hogy most olyan 600-700 csomagnál tartunk, ami körülbelül az én számításaim alapján olyan 6-7 tonna élelmiszert jelent, és sok más ajándékot, mivel itt nem csak dobozokról, hanem gyermekeknek a személyes ajándékairól is van szó, amit szeretnék tiszta szívből megköszönni a támogatóknak. Ennek az akciónak az is egy titka, hogy aki ad, annak adatik, hogy ez az akció nem csak a gyermekeket, nem csak a szegény családokat ajándékozza meg, hanem megajándékozza azokat is, akik adnak, mert gazdagodunk általa. Olyan csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy az egyházmegye, a megye összefogott, és azokat a csillogó szemeket látni, amikor átadták ezeket az adományokat. Itt mindenki nyer, mindenki gazdagodik ezáltal az akció által, és egyre jobban közeledünk karácsonyhoz, Jézus Krisztus születésnapjához, Isten megajándékozott bennünket, és minden ilyen ajándékozás erre mutat rá, mert Istentől ajándékot kaptunk, és ebből a hatalmas ajándékból egy pici darabot mi megpróbálunk továbbadni a rászoruló embertársainknak. A lelkész tiszta szívből megköszöni a támogatóknak, aki szerint az akció egyik titka, hogy nem csak a szegény gyermekeket ajándékozza meg, hanem megajándékozza azokat is, akik adnak. A vírusjárvány ideje alatt mindenkinek kicsit rosszabb, de az emberek azt is látják, hogy valakinek sokkal rosszabb, sokkal nehezebb, így aki teheti, gondol azokra, akik rászorulnak. Azt gondolom, hogy itt a vírusjárvány ideje alatt mindenkinek kicsit rosszabb, de az emberek azt is látják, hogy van, akinek sokkal rosszabb, van, akinek sokkal nehezebb, és gondolnak azokra, akik rászorulnak, akikre lehet segíteni. És tényleg igaz az a mondás, hogy jó adni is, jó kapni is, de nagyon jó adni, hiszen erősíti a lelket, erősíti a közösséget, és erősíti azt az összetartozást, amivel a magyarok összetartoznak ilyen nehéz időszakban is. Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke újabb 340 csomaggal érkezett Karcagra. Mintegy 340 csomaggal érkeztem, ezzel közel 500 csomag az, amit a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat közreműködésével gyűjtött a megye, és nagy örömünkre szolgál, hogy a rászoruló családokhoz még karácsony előtt elékezhetnek ezek a nagyon nagy lelkű felajánlások. Megyénben, Jász-Nagykun Szolnok megyén, valamint az országhatárokon belül és kívül élő rászoruló családok fogják kapni a szeretett dobozokat, akik ezt igénylik a református szeretetszolgálatnál. A jobbadni.hu honlapon ki lehet választani olyan személyes ajándékokat, amivel az ember elbír, a családot elbíró képességét nem haladja meg, és olyan rászoruló gyerekeknek a személyes kívánságait lehet teljesíteni, akiknek ez az egy lehetőségük van arra, hogy a kívánságait teljesüljenek. A csomagokat a megyében, valamint az országhatáron belül és kívül érő rászoruló családok kapják a református szeretett szolgálat segítségével, mondta a Karcag Televíziónak Hubay Imre.